A Paksi Eser labdarúgó csapatának 2006 óta íródó NB1-es történetében a bajnokság közepe táján még nem volt ilyen nehéz helyzete, mint ami most van. Vereséget vereség követ, a sikertelenség lenyomata ott volt a legutóbbi fordulóban az Újpest ellen markánsan, egy-két játékos kivételével már az egész csapaton. Helyezkedési hibák a védelem közepén, szétszakadt csapatrészek, egymásnak nem besegítő, reménytelenül lekéső, elkéső játékosok. Ezt büntette 4 góllal a feljövőben lévő, a korszerű játékból ízelítőt adó Újpest. Igaz, két saját nevelési játékos Hán és Bol góljai megszépítették, csak számszakilag ugyan, a vereséget, Paks Újpest 2-4, ám a látottak alapján a PSE hitehagyottan, perspektívátlanul futballozott, önmagához mértem is, olybá tűnik eljutott a mélypontra. Ostermayer Gábor megbízott vezetőedző, ismeri a játékosokat, a legjobb tudása szerint készíti fel prólicenses edzőként a csapatot, ő is bizonyítani akar, neki is lehetőség ez, ám abszolút tanástalanul áll a történtek előtt. Nehéz ilyenkor mondani valamit. Azt mondtam a srácoknak, hogy akit megsértődik, vagy bármilyen szerekezték ki a közösségbe a csapatból, továbbra is egy irányba kell húzni, csak ők tudják ezt a Paksi FC-t innen kimozdítani, senki más. Össze kell fogniuk, össze kell fognunk. Magabiztossá kell tenni a játékunkat a jövőbe, ehhez kellene egy győzelem, ami egy megerősítést adna ahhoz, hogy igenis mi nem ennyit tudunk. Aki nem kényszerít hibák ellen, lehet-e valamit tenni hétközben a következő, a vidi meccsig? Erre mindig nehéz. Ahogy múltkor mondtam, Kispestem, ezekre a hibákra edzésgyakorlatokat nem tudok. Igazából a játékosok egyéni képességből adódóan kellene ezeket megoldani jól. Így bizony, egy lengyér, egy fejes a védelem közepén biztosan nem felejtett el futballozni. Ennyi ki nem kényszerített hiba, amit elkövetnek meccsenként, amelyekből sokszor gólt kap a csapat, nem fér bele. A középpályások labdavesztése és tűrés küszöb fölötti. A támadók pipogyasága, hitehagyottsága, gyámoltalansága, formán kívülisége szintén a Paksi több ismeretlenes egyenlet része. Egy pszichológus aktív jelenléte, beavatkozása is szükségesnek tűnik a helyzet megoldása. Hát a játékosok igénybe veszik, de én úgy vagyok vele, hogy ostor meg cukor. Amikor ütni kell, akkor meg kell ütni őket, mármint úgy, hogy ha azt mondom verbálisan, amikor meg kell dicsérni, akkor meg kell dicsérni őket. Tehát én ebbe a pszichológiába hiszek, másban nem. Két forduló van vissza az ősz idényből. A PSE a még nem kieső 10. helyen áll, a már kieső Zépjelnél nem szerzett több pontot. Megoldható válsághelyzet ütötte fel a fejét, vagy ennél nagyobb virrátömlesztést, műtéti beavatkozást igénylő baj van, erre némiképpen a Videoton és a Mezőkövesd elleni meccsek választathatnak.